Megkezdték a tankönyvek kiszállítását az iskolákba. 13 millió tankönyvet szállítanak ki, hogy iskola kezdésre minden diák megkapja a tananyagot. Augusztus 1-én megkezdődik annak a 13 millió tankönyvnek a kiszállítása az iskolákba, amelyek a könyvtár ellátó non-profit Kft., vagyis a Kelló Üllői raktárában várakoztak eddig, mondta Balatoni Katalin, a belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára szerdán. 42 kiadó több mint 2200 tankönyve volt elérhető azon a listán, ahonnan az iskolák választhattak, és amelyben benne volt az oktatási hivatal által az elmúlt tanévben kifejlesztett csaknem 200 tankönyv is. 2020-21-es tanévtől kezdve a köznevelésben és szakképzésben tanuló minden egyes diák ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez, ezért a családok ez alól az anyagi teher alól mentesülnek. Tőcik Zsolt, a Kelló ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy a cég éves szinten megközelítőleg 13 millió tankönyvet és 70 ezer oktatási eszközt szállít 1,2 millió diáknak 4100 iskolába. A 2024-25-ös tanév szeptember 2-án kezdődik majd.